aggódsz valami miatt. Aztán, ahogy egyre csak aggódsz, szorongani kezdesz. Végül meg már azon szorongsz, hogy szinte ok nélkül szorongsz. Az aggódás ördögi köréből van kiút. Íme 5 tipp, ami biztosan segíteni fog. Egy nemrég olvasott idézet jutott eszembe. Öreg ember vagyok. Az életemben rengeteg szörnyű dolog volt, és ezek közül néhány valóban meg is történt velem, mondta Mark Twain. A legtöbb dolog, amin aggódunk, nem történik meg. Ha elindulunk az aggódás útján, álljunk meg, és kérdezzük meg magunktól. Hányszor következik be az, amin aggódok? A válasz az lesz, ritkán. Van, akinek pusztán ennyi elég. Itt megállítja az aggódás folyamatát. De van, akinek az a következő kérdése. Az, ami most aggódok, be fog következni? Mivel a választ nem tudjuk, tovább aggódunk. De se baj, itt a következő tipp. Mi a legrosszabb, ami történhet? De komolyan, ha már úgy is aggódunk, miért ne fokoznánk? Ha komolyan belegondolunk, és realisztikusan megnézzük, hogy mitől is félünk valójában, megeshet, hogy felfedezzük, nincs is, amiért aggódnunk. A kulcs szó realisztikusan. És íme itt egy tudományosan alátámasztott technika. Különítsünk el aggódó időt. Jelöljünk ki egy időpontot, amikor aggódni fogunk. Például minden délután 5-től egy fél óránk van az aggódásra. Ekkor semmi más nem teszünk, csak aggódunk, és megfigyeljük az aggodalmainkat. Napközben, miközben éljük az életünket, vegyük észre az aggodalmas gondolatainkat, ismerjük fel őket, és különítsük el a kellemes, pozitív gondolatoktól. Ha úgy gondoljuk, fel is írhatjuk ezeket egy lapra. A lényeg, halasszuk el az aggódást a kiválasztott időpontra. Amikor eljön az aggódó idő, vegyük elő a jegyzeteinket, és menjünk végig az aggodalmakon. Próbáljunk mindenikre egy-egy megoldási tervet is kidolgozni, hogyha menet közben új aggodalmak születnek, mármint az aggódó időben, írjuk fel és halasszuk el ezeket a következő időpontra. A következő tipp, edzünk. A sport, főleg, hogyha súlyokat is bevetünk, segít levezetni a stresszt és eltereli a gondolatainkat az aggódásról. A következő tipp, tehetünk az ellen valamit, amin aggódunk? Néha előfordul, hogy az aggodalmunk egy valós félelem alapja. Főként az ilyen esetekben működik az előbbi technika. Gondolkodjunk el azon, hogy tehetünk-e valamit azért, hogy ne következzen be az, amiért aggódunk. Ha igen, akkor tegyünk. És ezzel már meg is szabadítjuk magunkat az aggódástól. Ha pedig nem, tegyük fel a körülményektől, vagy más emberektől függ az aggodalmunk. Akkor meg kell próbálnunk elfogadni, hogy nincs hatásunk rá. Azaz, olyasmi fog megtörténni, ami felett nincs irányításunk. Tehát aggódni rajta semmivel sem teszi jobbá a helyzetet, sőt, csak rontunk a dolgokon, hiszen a saját lelkiállapotunkat romboljuk, és felesleges stresszt okozunk magunknak. Sikert és boldogságot!